שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד... Jó reggelt mindenkinek! Egy lefordítatlan szöveget olvasunk Rabastól, két állapot a szentségben. Ez a címe, a Kabbala TV-n keresztül lehet kérdéseket föltenni a szokásos módon, megfelelő kérdések ki lesznek sugárazva a lecke során. Tehát Rabas írásaiból két állapot a szentségben. Van a szentség felül, és van a szentség alul, ahogy mondva van. Nektek szenté kell válnotok, mivel alul a szentségnek meg kell nyilvánulnia, azaz a teremtett lényeknek szenté kell válni. Később pedig azt mondja, hogy mivel én szent vagyok, és én vagyok az uratok, az istenetek, és az a felső szentség, azaz ez az oka annak, hogy alul is szenté kell válni, mivel felül szentség van, és ezért az alsónak is szenté kell válnia akarni. Ahogy ezt a bölcseink mondják, ha nektek szenté kell válnotok, mert a Tórával és a parancsolatokkal kell foglalkozni, mert én szent vagyok. Azaz, hogy ezt is szenté váltok, akkor én felettetek vagyok, és akkor ezen szentségbe emeltek engem is, és ez látszólag egy zavaró fogalom, mivel meg kell, hogy értsük, hogy Isten mentsen, hogy ne lenne szentség felül magától, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a bűn az, ami miatt nem látjuk a szentséget felül, és erre mondja azt a teremtő, hogy ha ti szentnek tartjátok magatokat ezzel, önmagatokon belül is szenté fogtok emelni engem, és meg kell, hogy értsük ezt, hogy mivel szó szerint úgy tűnik, hogy a teremtő szent, mondva van erről, hogy a teremtett lényeknek is szenté kell válni, vagyis ahogy mondva van, nektek szentséget kell tartanatok, hordozatok, mivel én szent vagyok, én is én vagyok az uratok, az istenetek. És annak megfelelően, amit a bölcseink mondanak, az a tény, hogy az alsónak valóban szenté kell válnia, ezzel meg szentséggel hagyja át a felsőt is, ahogy mondva van a versben, hogy én szent vagyok az uratok, az istenetek, azaz, hogyha ti megszentségelhetjátok a magatokat, akkor én felül vagy felettetek állok, tehát ti engem is szentségelhatok át. Tehát nektek szenté kell válni azért, hogy a felettetek is már csak szentség legyen. Ahogy a bölcseink azt is mondják azonban, hogy nektek kell szenté válni, hogy olyanok legyetek, mint én. Azaz, hogy én szent vagyok, tehát az én szentségem, az felettetek van, a ti szentségetek felett, és ez is zavaró. Lehetséges azt mondani, hogy Izrael olyan le fog válni, mint a teremtő? Annak érdekében, hogy megértsük ezt, meg kell, hogy értsük a jelentését annak a versnek, hogy hassátok át magatokat a szentséggel, mert a Tórával kell foglalkozatok. Azaz. Mi az, amit az embernek abba kell hagynia a cselekedetben? Tehát miért kell az embernek leállítania az utolsó percéig, hogy a Tórával foglalkozzon, és a versnek a jelentése az, hogy abba kell hagyni minden más dolgot, mint a Tóra és a parancsolatokkal való foglalkozottság, mert én szent vagyok, és a hozzám vezető úton a Tórával és a parancsolatokkal kell foglalkozni. Az oka annak, az embernek ezért tökéletesé kell válnia. Miért? Mert az ember nem, hogy tud hasonlítani a teremtőhöz? Ez lehetséges, hogy az ember hasonlítani a teremtőhöz? Tehát meg kell, értsük, hogy mi a jelentése annak a belső kötelezettségnek, hogy az embernek olyan szenté kell válni, mint a teremtőjének. És úgy tűnhet az embernek, hogy ez az, amit az embernek végre kell hajtani, és el kell érni, mert különben ellentétes lesz a szentségtől, mégpedig a tisztátalanságban. Tehát ezért semmi nincs köztes állapot, tehát mintha lenne a szentség és a tisztátalanság között átmenet. Ez van, mi a tisztátalanság a világban, és mi a szentség a munkában, ezeket le kell tisztázni. Mindezeket a dolgokat egyetlen módon lehet magyarázni, azaz meg kell ismételnünk a teremtésnek a végső célját, mi a törésnek az útja, és mi az, amit korrigálnunk kell. A teremtésnek a végső célja az, hogy teljessé tegyük a teremtés tervében belefoglalt isteni tervet, azaz, hogy azt a végtelen örömet, amit a teremtő nekünk akar adni, azt meg tudjuk szerezni.
És ahogy mondva van, az ő vágya az, hogy jót cselekedjen a teremtményeibe, és ismert, hogy az a vágya, hogy jót akar cselekedni velünk, ez teremtette meg a megszerzési vágyát, a sóvárgást arra a jóra, amit ő oda akar adni. És ez úgy tekinthető ez a megszerzés, mint ami a teremtett lényeknek a belső gyökere, és ebből a kapdakarásból később nagyon sok érzéki különbözet jelenik meg, árad szét ebben a kapdakarásban. Ez jelenti azt, hogy amikor kilépek innen, és első alkalommal elfogadom ezt a belső érzéki különbözetet, az állapotot nevezzük úgy, hogy Olam Ein Sof, az Ein Sof világa, azaz ez a kapdakarás az, ami nem kell, hogy lezárja a felső fényt, hanem sokkal inkább ennek az edénynek meg kell szeretni a jót és a bőséget, ezért történik meg a korrekció, hogy nem azért kell a korrekciót megtenni, hogy az adakozást elérje a megszerzési vágy, az az, hogy ne legyen semmilyen szégyen a teremtményben, amikor megkapja a teremtés gondolatával beleszőtt örömöket. És a Ein Sof világa az kérlek kizárólag egyetlen vágyat testesít meg később, azaz a megszorítás, miután a korrekció érdekében megszorítás lett végrehajtva a teremtményem, nyilván az ember egyetlen dolgot sem tudott megszerezni, hanem hogy irányulnia kellett az adakozás érdekében, és ezért a kapnakarás nagyon sok belső állapotot különböztetett meg, mivel a malkut, amely a teremtőt akarja megnyilvánítani önmagában, egy újat kellett létrehozzon, azaz, hogy sóvárogjon arra, hogy megszerezze azt az örömet, amit a teremtő neki akarsz adni. Tehát a malkut mindent, amit a teremtő oda akar adni, el tudja fogadni. Mivel annak a mértékében, amit a teremtő oda akart adni, ő ebben a mértékben teremtette meg a kapnakarást, és természetesen a malkutnak képesség kell válnia megszerezni a teljes felső bőséget, amit a teremtő oda akar adni. Ezért ez tekinthető úgy, hogy egyetlen vágyat kapott meg, és ismert, hogy lehetetlen kiárasztani a fényt annak összes érzéki különbözetében a teremtményben, hanem kizárólag a megszerző értékeinek a fejlesztése lehetséges ez. Ezért egyetlen állapot van a megszerző erényben, ez pedig egyetlen fényt tud befogadni. Egy edény az úgy tekinthető, mint egy vágy. Azonban, miután megtörtént a megszorítás, a kapnakarásnak meg kell szereznie az adakozás érdekében történő szándékot, mivel az adakozásnak a lényegét, a teremtett lényeg irányába úgy kell leírnunk, hogy a teremtményben meg kell, hogy jelenjen egy új irányultság, mert természetes módon egyszerűen nem tud csak akkor tud megszerző és adományoznakaros lenni, hogyha egy szándékkal korrigálja a megszerzését, és ilyen módon a megszerzési vágyat több részre osztódik a teremtményben, mégpedig a szándéknak megfelelően, a szándék mértékének megfelelően, amelyben az adakozás megnyilvánul, fogja mindezt megkapni, és ebben a mértékben a megszerzési vágy, ami a fényre irányul, amely az egyetlen teremtett vágy, ennek az irányultságát kell korrigálni az adakozás felé. És ennek megfelelően kell értelmeznünk a nektek szentségekkel láthatni, és a Tórát kell tanulmányozni. Azaz, hogy mi az, amit az embernek tennie kell, és miért kell a Tórában cselekednie. Az embernek abba kell hagynia az, hogy önmagát szereti, azaz, hogy csak az önzés birtokolja, és kizárólag az adakozás szándékát kell magára vonnia. Ez jelenti azt, hogy én szent vagyok. Bocsánat. És ez az érdem, hogy megkapjuk mindezt, szégyen nélkül meg tudjuk szerezni mindezt, csak akkor lehetséges, hogyha megjelenik bennetek a formaegyezés és az adományozás, hogy a bölcseim mondják, hogy mennyire kegyelmes a teremtő, mert ő kegyelmes, akkor nekem is kegyelmesnek kell lennem. És amikor az van mondva, hogy nektek hordozni kell a szentséget, az azt jelenti, hogy nektek az adományozni akarást kell magatokra vonni, mert én szent vagyok, mert én is kizárólag adakozó vagyok, vagy a teremtő, ezért formaegyezésbe kell lennetek velem, amit Dvekutnak összetapadásra nevezünk. Most már megérthetjük,
a választ a kérdésre, hogy az oka annak, hogy mindennek, hogy azért kell szentnek lenni, mert a teremtői szent, mi a jelentése annak, amit mondanak a bölcseink, hogy én szent vagyok, hogyha ti szentséggel adjátok már magatokat, akkor én megtartalak benneteket, mert én felettetek lebegek, tehát nektek szenté kell vágni. Tehát ezzel szentséggel fogtok belül megélni engem is. És ugye általánosságban ez rendkívül zavaró, hogy Izrael nemzetének a teremtőt kell szentséggel láthatni. Mit jelent ez, hogy Izrael szentséget ad a teremtőnek? Nem az, hogy az Úr, akinek áldott legyen a neve, szentséget kap az Izraeltől, és ezzel az összes idő szentséggel záthatva, azaz Izrael valóban az izraeli emléknapon is azt mondjuk, hogy szent vagy, mert bennünket kiválasztottál, és ezzel szentséggel hatottál át bennünket az összes emberek között. Mi jelentése mindennek, mondja Bálhat Szulám, ennek a jelentése az, hogy a teremtő annak szüksége van arra, hogy adjon valamit nekünk, tehát neki szüksége van a mi szentségünkre, és az, hogy ezt a szentséget meg tudja nyilvánítani felénk, ehhez szükség van ránk. Azaz ez nem azt jelenti, hogy a teremtett lényekre azért van szüksége, hogy adjon valamit a teremtett lény a teremtőnek, ahogy ezt már elmagyaráztuk. A szentség azt jelenti, hogy adakozó, tehát annak érdekében, hogy a teremtett lénynek meglegyen az edénye, amiben megkapja a felső bőséget, formaegyezésre kell lépni a teremtővel, azaz a teremtett lénynek el kell érni azt az vágyat, hogy ne csak megszerző legyen, hanem adakozós, különben nem lesz egyértelmű a számára, hogy a teremtő is adakoznak a felé. Ezért a teremtő azt mondja, hogy ha ti szentséggel hagyjátok át magatokat, azaz, ti többé nem merültek el az önző megszerzésben, csak abban a munkával foglalkoztok, ami az adakozáshoz kapcsolódik, amit úgy hívunk, hogy szentség, akkor én felettetek leszek, és az úgy fog kinézni, mint a szentséggel hatnátok át engem, mert ez azt jelenti, hogy ti okozzátok azt, hogy az adakozással foglalkoztok, hogy én is képes leszek adakozni felétek egy hatalmas bőséget. Ennek megfelelően, amire a teremtőnek szüksége van, a teremtett lények irányáról, hogy azok szentséggel hassák át őt azáltal, hogy magukat szentséggel hagyják át. Ez pedig megfelelhető annak a feltárulásnak, hogy a teremtő maga adakozó, mert különben a teremtő örök elrejtésben maradna a teremtett lények számára, és képtelen a teremtő tökéletességet adományozni a teremtményeinek, hiszen az ember el van merülve az önszeretetben. És hogyha nem hagyja át a szentség, akkor állandóan újabb és újabb önző rétegek adódnak hozzá az ember vágyaihoz. Tehát ha előtt ezt megelőzően a megszerzés edényében egyfajta bőségre vágyott, tehát nyilvánvalóan azonban, ha elkezd a felső bőség alapján adományozást kapni felülről, ami azt jelenti, hogy az igazi örömet megérzi az adományozáson keresztül, akkor válik igazán megszerzővé, tehát a fény egy edényterem, amiben megnyilvánul öröm, valóban boldogságot képes adni a teremtményeinek. Tehát én látom, hogy a szíd lefedetté válik, ahogy mondja az írás, és akkor megérthetjük, hogy mire van szüksége a teremtménynek ahhoz, hogy valóban a teremtő szentséget tudja megnyilvánítani itt a világban. Ezt is a teremtmény előnyért teszi, tehát hogy a teremtmény adományozásban tudjon dolgozni, és ezáltal a teremtő válik alkalmasára, hogy odaadja a teremtménynek a szeretet és az adományozás képességét, és amikor azt mondja, hogy én feletted vagyok, és ti szentséget adtok nekem, ez olyan, mintha ezt a teremtmény okozná, hogy én föl tudjak tárulni bárki számára, mert én szent vagyok, mondja a teremtő, tehát én adakozó vagyok az egész világ irányába, a jóval és a bőséggel, mert ezt a mértékű adományozást hívják szentnek. Most már megérthetjük azt a kérdést is, amit a bölcseink föltesznek, hogy nektek szenté kell válnotok, olyannak kell válnotok, mint én. És ez egy interpretáció annak, hogy én szent vagyok, mivel az én szentségem a ti szentségetek felett áll, és akkor felteszem a kérdést, hogy lehetséges az ember számára azt gondolom, hogy Izrael szentsége az hasonló válhat a teremtő szentségéhez. És ennek megfelelően el kell magyarázzuk, hogy mivel a teremtő azt mondja, hogy nektek szentségekkel láthatni magatokat, azaz,
többé nem maradtatok a megszerzési edényekben, hanem kizárólag az adakozással kell foglalkozni a megszerzési edényekben. Ilyennék, és akkor olyanná válhatok, mint én. Azaz, nyilván a teremtő érdekében nem a megszerzési edényeiket kell használni, hiszen Isten mentsen, hogy a teremtő kitől tudna bármit megszereznem. Sokkal inkább arról van szó, hogy mindaz, amit mi a teremtőről látunk és mondhatunk, az kizárólag abból lehet megérteni, amit a teremtő ad nekünk, tehát a cselekedés megint téged, Uram. Ezért mondja a teremtő, hogy ne is gondoljatok arra, hogy adományoztok nekem valamit, hanem nektek az adokozás, tudjátok, hogy én az adakozás vagyok az adakozás érdekében, és erről van mondva, hogy olyan, azt kell cselekednek, amit én, tehát én csak adakozó vagyok, és nem kapok semmit, akkor ti az adakozás érdekében kell, hogy megnyilvánjátok, és erről van mondva, hogy nektek jönnötök kell hozzám, és meg, tehát valóban igazán megszerzővé kell válnotok, és nektek használnotok kell a megszerzési edényeiteket, azonban a szándéknak adakozóvá kell válnotok, a szándékaitokban kell adakozóvá válnotok, mert a teremtés célja az, hogy jót cselekedjen a teremtményeivel, azaz, hogy megkapják a felső bőséget teljes egészében, a teremtett lények a teremtés mondatára befogadható. Ez azt jelenti, hogy az én szentségem a ti szentségetek fölött van, és ki fog derülni, hogy nekünk meg kell különböztetnünk a felső és az alsó szentséget, és amikor mondva van, hogy nektek szenté kell válnotok, mert én szent vagyok, akkor a magyarázata az, ennek a jelentése az, hogy mi kizárólag az adakozás érdekében kell, hogy dolgozzunk, azért, mert az egyetlen, akivel formális, aki kerülünk, az adakozó, hogy a bölcseink mondják, ő kegyelmes, nektek is kegyelmessé kell válnotok. Tehát bármilyen módon ki kell jelentsük, hogy ha van különbség az alsó és a felső szentség között, a felső szentség az tiszta adakozó, és ezért semmilyen megszerzés nincs benne egyáltalán. Miközben az alsó szentség, bár ez nem így van, mert a szentség az pontosan az, amikor képes vagyok használni a megszerzést, a szentség azonban a szándékokban nyilvánul meg a megszerzési vágy felett. Azaz a teremtett lény, szenté akar válni, azaz adakozó akar válni, és nem megszerzővé. A szándék az, az adakozóval kell váljon, tehát a szándék szerint van szentsége látható, mert a munka érdekében meg kell különböztetnünk a katnut, a szentség katnut és a gadnut állapotát, mivel a munkának a helyes sorrendje az a könnyebb edényektől a nehezebbek felé irányul, tehát először nekünk el kell kezdeni dolgozni az adakozó edényekben, dolgozó adakozás érdekében, és ez tekintető úgy, hogy az összes parancsolat, amit végrehajtunk, annak a szándéka egyetlen dologra kell, hogy irányuljon, hogy semmilyen jutalmat nem szabad várnunk azért, mert megtartjuk a Tórát és a parancsotokat. Mindent a teremtő érdekében el kell tenni lismában, nem a saját előnyeinkért. Ezt hívjuk úgy, hogy adakozás, adakozás érdekében, később pedig annak a sorrendnek megfelelően, amikor gadlott állapotába kerülnek a szentség az emberen belül, akkor már képes megszerezni az adakozás érdekében. Ez tekintető úgy, hogy a teremtett lény azt mondhatja, hogy mi meg akarunk szerezni minden jót és örömet, hiszen ez a teremtőnek a vágya. Ő teremtette a világot annak érdekében, hogy örömökkel halmozhassa el a benne lévő teremtett lényeket. Ebből kifolyólag nekünk két fajta szentséget kell megkülönböztetnünk. Egy, a szentség felül, amely teljes egészében a tiszta adakozás, bármilyen megszerzési hajlam nélkül, és a szentséget alul, amely a megszerzés cselekedetében marad, azonban az adakozás szándékában van ez lefedve. Kérdések újra. Tehát, ahogy beszéltünk az átmenetről, az adakozás érdekében, és az adakozás érdekében. Tehát mi a Hanukakor beszéltünk arra, hogy mi történik Hanukakor, amikor valóban arra irányulunk, hogy mindent az adakozás érdekében tudjuk megtenni. Tehát a Purim az a megszerzés az adakozás érdekében, a Hanuka az adakozás érdekében ünnepe. Tehát a kérdésem, hogy közeledünk a kongresszus, ez pont a Hanuka és a Purim között lesz a nagy kongresszus. A kérdésem tehát az, hogy ez az a hely, ahol most az elsővel a másodikba kell átmennünk, Rav? Mindenek előtt nekünk először a Hanukára kell koncentrálnunk és fókuszálnunk.
hogy valóban fel tudjunk készülni majd a Purimra. És ezekben a spirituális állapotokban, ugye ezek nagyon magasztos spirituális állapotok, ezért mindaz, amit mi teszünk itt, ez valóban tanulunk is erről, mit kell tennünk, valamilyen módon arra kell sóvárognunk, hogy ebben az állapotban lehessünk. Gyakorlatban azonban ezt még nem értük el. Emlékszünk arra az állapotra, meg ünnepeljük, hogy ezt el kell élni. A kongresszus az valami általános dolog azonban. Mi el akarjuk kérni az egységet, a kongresszus az egységnek az ünnepe, és olyan intenzitással kell ezt elérni, hogy mindenki képes legyen ezen belül azt elérni, amire ő maga már felkészül. Tehát amennyire az ember valóban bele van foglaltatva a környezetébe, azaz a környezet, nem egyfajta személyes erőben nyilvánul meg, hanem a kapcsolatban, amelyben a teremtő lakozhat, ezért ha átadom magam a környezetnek, tehát amilyen mértékben én önátadásban vagyok, az környezet felé én mondhatom azt, hogy elfogadtam az adakozásnak az erejét, hogy ez kontrollálja engem az összes vágyamat. És ki fog derülni, hogy a környezet az én számomra egyfajta eszköz, egyfajta instrumentum, amiben ha önátadásba elmerülök, ha belerakom ebbe magam, belehelyezem magam, akkor ennek megfelelően tudok támogatást kapni a teremtőtől. Tehát ez azt jelenti, hogy én a népem között lakozom, vagy az emberek között lakozom, vagy az írás. És ebből kifolyólag, amikor megpróbálom, megkísérlem ezt az elmélés megtenni, akkor keresztül megyek mindenféle állapotokon, felkészülésen, egyéb dolgokon, de a Hanukának az állapotán, a Purimnak az állapotán, ezek mind-mind az első pillanattól az utolsóig a környezettől fognak függeni. Ez a valóban a mi egyetlen általános lelkünk, ami a környezetben nyilvánul meg, amely a mi számunkra el lett törve az első pillanatban, mi pedig a mi hozzáállásunknak valóban erre kell irányulnia, hogy felemeljük a szentséget, a számítatása, hogy a porból. Ugye ez a szentség az a közös edény, amelyben a teremtő meg fog nyilvánulni. Oké, okay, de a leckében való felkészülésben én azt hallottam öntől, hogy ő mondta, hogy nincs más rajta kívül, és hogyha én nem teszem meg, akkor nem teszem meg értem senki. Tehát erre a két dologra kell fókuszálnunk, hogy ezek egy cselekedetben nyilvánulsanak meg. Tehát a kettő dolog között szeretnék kapcsolatot találni. Tehát mi a kapcsolat, a nincs más rajta kívül, és az, hogy átadom magam a környezetnek. A nincs más, tehát semmi más nincs, mint az én hozzáállásom, amiben megjelent a szentség. Tehát, hogyha tehát egyetlen erőt tudok tenni, hogy az általános rendszer elejét hagyom, hogy aktiválódjon fölöttem, a teremtő aktiválja, és ez kötelez majd engem, hogy megtegyem, amit meg kell tennem, amit végre kell hajtanom. A teremtés céljával beágyazva. Tehát nekem cselekedeteket kell megtennem, végrehajtanom, amely majd a szégyen feloldja, vagy korrigálja, ugye, abból, hogy én csak megszerzés vagyok a megszerzés érdekében. Ezért nekem nincs más választásom, mondja Rav. Nekem önmagamat meg kell mozdítanom, túl kell emelnem azon, ami ön vagyok. És nyilván ez a teremtő adja az első impulzus a szívvel lévő pont felébresztésével, utána pedig a közösségtől kapnom egy hatalmas közös hiányt, irigységet, és ezáltal előre fog haladni. Minden csak is a közösségben történhet meg. Tehát ha nem teszem én meg, aki teszi meg értem, ez egy elkerülhetetlen pont, vagy pedig a szenvedés útján megyünk előre. Tehát hogyha én el akarok merülni a szenvedéstől, akkor nyilvánvalóan egy olyan állapotba kéne belekerülnöm, ahol már nem kell menekülnöm semmiről, hanem a cél felé sodor engem. Tehát ahol valóban a cél fontosságát megkaphatom minden pillanatban, tehát vagy megkapom a közösségtől azt az erőt, amivel elérhetem a közösségnek azt a pontját, amely állandóan magam, ahol magamra tudom mondni,
a körülelő fényt, és ez segít engem azt a gondot megtenni, hogy én nekem kell megtennem magam, én meg ideni meg érte. Tehát ez pedig eleve meghatározza, hogy bár én egy irányba megyek, mégis nekem a teremtő jelölte ki az utamat, és még hogyha én innen kaphatok erőt, itt sovárakatok a cél irányába, tehát ez mind a teremtő, amely rám tud öltözni a közösségben. Tehát, hogy hol vagyok egyébként, ez alapvetően lényegtelen, amilyen mértékben én képes vagyok azt mondani, hogy nincs is én, tehát, hogy valóban nekem egyetlen dolgot kell éreznem, hogy a munkát itt tudom elvégezni egészen addig, amíg a jövőben ezek a dolgok el nem kezdenek körülöttem mindenféle módon megváltozni a közösségnek a hatására, vagyis én magam adakozóvá nem tudok válni, kérdés. A két állapot a szentségnek, ez volt a cikk címe, és akkor elkezdi mondani, hogy van a szentség felül, és van a szentség alul. Mit jelent ez? Mit jelent a alul és a felül lévő szentség? Tehát, hogyha nyisd ki a végét a cikknek, ha nem aludtál volna, akkor hallottad volna. Egy, a szentség felül, az tiszta adakozás, nem szerez meg semmit, te pedig a szentség lehetsz alul, amely megszerez az adakozás érdekében. Na de mi a szentség, mondja Cvika? Az valami elválasztottság, az örömtől való elválasztottság, az a szentség. Mikor nem függesz az kielégüléstől, tehát amikor mindenféle értemben a saját örömöttől le vagy választva, tehát ez az, amikor adakozni tudsz a teremtő irányába. Egyetlen dolgot akarsz adakozni a teremtőnek. Nem értjük meg ezt az állapotot még ám. Ez egy nagyon magasztos állapot. Amikor le tudsz válni a saját örömeidről, mi a végeredményét érezzük ennek. Tehát látjátok az elektromosságot, ugye? Ezerszer elmondtuk ezt a példát. Az elektromosságot nem tudjátok, hogy micsoda, csak a hatását érzitek egy gépben. Ugyanez az adakozás is. De a teremtésnek általában az összes ereje így nyilvánul meg. Tehát az anyagban megnyilvánul valami, és a hatása alapján tudjuk, hogy létezik az az erő, vagy nem. A szentség alul tehát az az, amikor a teremtett lény az meg tudja szerezni a teremtőnek a minőségét, tehát nincs ereje az adakozáshoz önmaga által, hanem hogyha megkapja az erőket az adakozás érdekében a másoktól vagy a teremtőtől, ez jelenti azt, hogy önmaga adakozóvá válhat, azaz képes ezt megtenni, de csak akkor, ha a másokhoz kapcsolódik. Máskülönben leválasztódik mindenről, tehát mondja Ram, a többiek fontosabbá kell, hogy váljanak, mint az ember önmaga. És akkor, amikor képes vagyok magamat adakozásra használni, a többiek érdekében, ahogy ezt tanuljuk, hiszen az egónk nem enged másképp. Van egy párnám, tanuljuk, nekem azt oda kéne adni valaki másnak. Ez azt jelenti, hogy én szeretem őket úgy jobban, mint magamat. Tehát ha én oda akarom adni a párnát, azonban itt még mindig magamban kell ezeket a dolgokat megélnem, mert valójában nem léptem ki önmagamból. Tehát én adom oda nekik a párnát, nem? És pontosan ez az, hogy én teszek valakiért valamit, ő meg én tesz értem valamit. Tehát ők az ön belső részeim. Oké, de itt folytassuk akkor, mondja Cvika. Azért, mert én szent vagyok, tehát én szentséggel hagyjátok át magatokat, mondja a teremtő. Az olyan, mintha szentséggel hatnátok engeme. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy szentséget adtok nekem? Ha, mondja Ram, megszerzési cselekedetben vagytok, de az adakozási szándékot megnyilvánítjátok, az elegendő ahhoz, hogy szentséggel hasonlítok át engem. Azaz, elegendő ahhoz, mondja, az elegendő ahhoz, hogy a teremtő megelégedettséget érezze. Mit nem értesz ezen? Amikor egy anya ad a gyerekének egy kanál puridzsot, tehát kukoricakását, akkor mikor lenyeli és mosolyog, akkor örömet kap az anya, vagy nem? Ez az az állapot, amiről itt szó van. Tehát, akkor kap valamit a gyerektől az anya? És ad valamit a gyerek vissza az anyának? Hát hogy ne adna, mondjanak? Mit ad vissza? Azt, hogy... azt adja vissza, hogy érzem a szeretetet anyám, és ez jelenti azt, hogy mivel az anya szereti a gyerekét, és adományozni akar a gyerekei lányába, a gyerek reakcióját adományozásnak tekinthetjük, amikor ezt érzékeli,
és örömet adományoz vissza az anyjának azáltal, hogy elfogadja azt, hogy az anya adni akar. Ez jelenti azt, hogy szentséget adtok nekem, mondja a Teremtő, mert az, hogy én megszerző vagyok, és élvezem azt, hogy a Teremtőtől érkezik minden, de azzal, hogy én ezt tudatosan megélem, hogy elfogadom tőle azért, hogy ő örüljön, ez jelenti azt, hogy mindaz én kezemben van ez, hogy én szentséggel hassam át a kapcsolatunkat. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy mi történik a mi világunkban, mert a spiritásban sokkal, de sokkal komplexebb dolog nyilvánul meg. Nem tudjuk, hogy mit jelent, nem értjük, hogy mit jelent az, hogy fölé kell emelkedni mindennek, a vágyainknak, hogy valóban képesek legyünk a teljes vágyunkat használni, hogy valóban érezzük az adományozásnak az erejét. Ezt egyébként nagyon nehéz elmagyarázni. Cvika. Oké, na de mi valóban olyan szentekké váltunk, mint a Teremtő? Valóban, kérdezi Cvika. Hát mire? Pontosan úgy tanulmányozni tudsz, mint a Teremtő. De a szentség az adakozás. Ennyi. Igen. Na hát, ti nem akartok kérdezni, majd én kérdezek, mondja rá. Egy kis, egy rövid workshopot nyomunk. Miért az összetapadás az, amit el kell érnünk? Mégpedig úgy, hogy megszerzünk az adományozás érdekében. Tehát, miért érjük el az összetapadást azáltal a dvekutot, hogy elérjük a megszerzést és az adakozás, hogy elérjük a megszerzést az adakozás érdekében, miért nevezzük ezt összetapadásnak? A dvekut az kizárólag a formajegyzésből érhető el, tehát én az én minőségemet hozzáigazítom a teremtő minőségéhez, és csak ebből vagyok képes elérni az összetapadásra, mert a teremtés végső célja. Ezért a dvekutnak az állapota az csak az adakozásból érhető el. Mosead Móni. Tehát, ugye, nyilvánvalóan, tehát nem szabad, hogy magamnak szerezzek meg, mert ez nagyon távol kerülök csak a szentségtől. Tehát nekem a teremtés célját kell megvalósítanom, ez pedig a dvekút. És amikor a teljes megszerzési vágyamat képes vagyok adakozásra aztán a teremtő irányába, akkor értem el a dvekútot. A dvekút, az összetapadás, az a szándéknak a beteljesedése, az adakozás a szándéknak. Tehát nem a megszerzésben vagyok, mondja Niv. Tehát a szándék, az adakozás szándékával fedem le az összes megszerzési vágyamat. Ilyen módon tudunk helyesen eladni. Janiv, az összetapadás az a felsőnek az elérését jelenti, a felső minőségnek az elérését, olyanra válok, mint a felső. Érezhetem a teremtőnek a gondolatait, mindazt, amit a teremtett lények számára előkészített. Azt tudatosan megélem. És ezért, hogy adakozó lehessek, nekünk el kell jutnunk ahhoz a szinthez, hogy valóban képesek legyünk megszerezni mindazt, amit a teremtő oda akar adni nekünk formaegyezésben. Következő srác. Mi alapvetően invertáljuk, kifordítjuk a természetünket, amiben születtünk, a megszerzési természetünket, és ezen keresztül, mivel ezt teszik képessé azt, hogy megvalósítsuk a teremtés tervét, ilyen módon megérezzük, hogy mi az, ami kívül van rajtunk, ez pedig az adakozó erő, ez az egyetlen az emberen kívül van, és ezzel kapcsolatban kell lenni. Tehát én közel kell kerülni a teremtőhöz. Nem az utolsó állapotban, hanem minden pillanatban nekünk erőfeszítést kell tennünk, az első pillanattól kezdve, hogy valamilyen minőséget megszerezünk adakozásból, ez pedig minden pillanatban egyre közelebb visz bennünket a dvekuthoz. Nyilván a teljes dvekut az a már tikkun, a végső korrekció. Tehát minden pillanatban abban az irányban kell lennünk, hogy valóban a szándékainkban ezt megnyilvánítsuk. Így van. Tehát én csak ismételni tudom a barátaimnak a szavait. Tehát a dvekútnak, az összetapadásnak az állapotában két állapot van, adakozás-adakozás és megszerzés az adakozás érdekében. És ilyen módon a teljes összetapadás, amiről beszélünk, az az állapot, amikor elérjük azt, hogy az összes megszerzési edényemet
kizárólag a teremtő felé való adakozás érdekében tudom használni. Mose. Ez az, amikor a teremtő ki akar tölteni az összes teremtmény minden jóval. Tehát a teremtett lénynek pedig az összes vágyával el kell fogadni ezt a tényt, és ezért úgy kell megszerzővé válnia, hogy ez azzal a szándéka fedje le az összes megszerzési vágyát, hogy ezzel formálisan kerüljön a teremtővel. Niv. Ez a megszerzési adakozás érdekében, ez azt jelenti, hogy a teremtett lénynek valóban a tiszta szívvel kell felajánlani az összes, a teljes szívét, ami az összes vágya a teremtőnek, hogy a teremtő minden erejével ezen az egyen megnyilvánuljon. Miért van nekem szükségem a csoportra? Tehát vagyok én, van a teremtő, még kell ez a csoport? Tehát miért kell kifejleszteni a kapcsolatot egymás között ahhoz, hogy elérjük a teremtővel való bekutatást? Miért van ez? Tehát miért van szükségem a kabbalista csoportra? Itt a kabbalista elvekkel a teremtő csoportra. Mi az, ami köztem és a teremtő között van? Miért kell ez? És mit csinál rajta? Én két dolgot kell, hogy megszerezzek. Az első, hogy képes legyek lenullázni magam a csoport irányába. Lenullázom magam. Akkor én felfedeztem a teremtőt a kapcsolatban, mert a teremtő a csoportban nyilvánul meg. Hogyha én képes vagyok lenullázni magam, akkor a teremtőt fedezem, felmondtam Amnon Bersevából, ugye a másik csoport válaszol most. Állandóan megy a mikrofon a csoportok között. Igen, írva van, hogy a teremtő a csoport középpontjában nyilvánul meg. És én, mint egyén, minden részre szükségem van, ami a csoportban megnyilvánul, és arra kell először is használni őket, hogy összekapcsoljuk, és a csoport középpontja felé toljuk el a kapcsolatunkat, közös lát. A csoport, a hely, arra az összes öröm meg tud nyilvánulni. Ezzel a csoport középpontjával kapcsolatban tudok játszani a következő szinten, amit mindegyünknek el kell érni. Tehát lenullázom magam különböző állapotokban, és akkor a csoport visz engem vissza a magasabb állapotok felé, tehát ez az én munkám, hogy a középpontot a többiekkel megalkossam. És hát amikor mi a csoporttal dolgozunk, ez az az állapot, amely kötelez bennünket, tehát ez az, ami bennünket az igazságra, az igazság felé terelt, ez ad nekünk egy visszajelzést is, hogy hol vagyunk, mondja a srác, egy megértést a saját állapotunkról, és ez biztos, hogy a számunkra azt is, hogy képesek vagyunk dolgozni valamivel, ami az órunk előtt van. A többiek. Következő srác? Igen. Tehát ez feltételezhetően önmagában a teremtménynek nem kéne a csoport, azonban a csoport az egyetlen hely, ahol képesek vagyunk alkalmazni az összes állapotot, képesek vagyunk modellezni mindazt, amiről tanulunk. Tehát ez olyan, mint egy laboratórium, képesek vagyunk kutatásokat végezni, és az emberi kapcsolatokon, és eredményeket elérni ezáltal. Következő srác, nekem nincs szükségem a csoportra, de kirakott engem ide mégis, hiszen azért raktak engem abba a csoportba, már a teremtő, hogy az összes törött részt képes legyek kutatni és működtetni, és aztán majd hirtelen én, a csoport és a teremtő egyre több kérdés vessen fel ez a számomra, ez a viszony. Na, ezt most nem értettem a végét, ez nagyon zavaros volt. Tehát a csoportra van szükségem közt, mert közém és a teremtő közé kell egy szűrő. Tehát nyilván ez az én hozzáállásomtól függ, hogyha én egy helyes módon fordulok a teremtő irányába, akkor a csoport, mint szűrő elkezd működni, és hogyha én rossz módon fordulok a csoport felé, akkor a csoport elválsz a teremtőtől. Tehát minden az én hozzáállásomtól függ a csoport irányába. A csoport, mondja Marika, az a teszt,
Mert hogyha semmi nincs az órom előtt, akkor én ugye nem lehetek tiszta adakozott, tehát nyilván az én kaptakarásomat fel kell emelni. Egyébként ez egy teljes hazugság, hogyan lenne lehetséges, hogy megvizsgáljam mindezt egyáltalán, hogyan tudom ezt kontrollálni minden egyes másodpercben. Tehát kizárólag a másokkal való kapcsolatban tudom megvizsgálni a szándékomat, hogy hol vagyok és hogy vagyok. Tehát nyilvánvalóan ez egy laboratórium, ahol tudom gyakorolni a másoknak a szeretetét, mondja a kökősrác. Ez a Szimka, bocsánat. Ahol elérhetem a teremtőt és megismerhetem őt, és láthatom a barátokon keresztül, hogy a kapcsolatban tudom megnyilvánítani a szándékot. Nem tudom, a hangom, te elejtették volna a mikrofont, meg az én fülemem. Lehet, hogy az is történt. A csoport az, ahol érezhetem a teremtő felé irányuló attitűdömet, hozzáállásomat, és megélhetem azt is, amit a teremtő akar nekem adományozni, hogy meg tudjam tenni azt, amit meg kell tennem. Következő, a csoport a környezet, amit mi építünk a teremtő irányába, és csak ezen keresztül tudjuk egyáltalán megtenni mindazt a változást, ami elő van írva a számunkra. Következő, tehát a másik csoportnak adták a mikrofont, azért volt ilyen hang. Tehát nekem fölé kell emelkednem a saját egómnak, hogy kérni tudjak a barátaimmal, hogy megtaláljam azt a környezetet, ami valóban segít fölé emelkedni önmagamnak. Rav, mit jelent az, hogy a teremtőre irányulok? Tehát mit jelent az, hogy az egyetlen erő, amelyik stabilizálja a valóságot? Tehát mit jelent az, hogy ez az erőhöz tudok irányulni? Tehát, hogy úgy irányulok a teremtőhöz, hogy ő az erő, amelyik stabilizálja a teljes valóságot a számomra. Mit jelent az, hogy a teremtőt így fogom föl? Tehát, hogyha ti valóban a teljes valóságot a teremtő stabilizálja, akkor nekem hogy kell ehhez a valósághoz viszonyulnom úgy, hogy emögött egy erő van? Másik csoport, tehát végezetül el kell, hogy érjük a formaegyezést vele. Tehát én egy adaptor vagyok, egy átvezető, ahol meg kell érteni, hogy mit akar tőlem, másfelől pedig éreznek, hogy hogyan adhatom át az összes belső üzenetet, ami bennem megnyilván a tömegeknek. Körülbelül, tehát nekem a barátok felé kell megváltoztatnom a hozzáállásomat. Mert ezen keresztül felfedezem a teremtőt. Következő. Hogyha én tudom, hogy a teremtő az a szeretetnek és adakozásnak az ereje, én meg teljesen ellenkező vagyok mindezzel, a megszerzés vagyok, maga. Az önszeretet és a önmegszerzés, és meg akarom szerezni, hogy ez az erő kontrollálja engem, hogy tudom ezt megtenni, kizárólag csak is a csoporton keresztül, tudom ezt megtenni. Míg elmondja a következő, hát a csoport az egyetlen módja annak, hogy valóban elérjem a teremtőt, és elérjem a célt. Jakov, ugye az európai Jakov, a német srác. Tehát amikor megjelenik az erő, amelyikben az első ponton az utolsóig érezhetem a teljes valóságot, a hatalmas belső érzékenységgel, hogy ezt tanuljuk, a lélek szomorúsága alapvetően a teremtőtől, a távolságtól származik, tehát hogy én valóban állandóan őt kell, hogy keressem emiatt, és nyilvánvalóan az összes eredmény abból érhető el, hogy követem őt a csoporton belüli munkámban. Tehát magamat stabilizálom a teremtővel való, a teremtő hozzáállását nyilvánítom meg a barátaimhoz való hozzáállásban. Tehát a teremtő által lettem aktiválva ebben a csoportban, tehát egy hozzáállás kell, hogy hozzátegyek, amit a teremtőtől tanulok el, és ilyen módon kell a barátokhoz kapcsolódni. Igen, vagy a kérdésre. Ez fontos, hogy korrigáljuk a kapcsolatot egymás között. Abban a pillanatban, amikor ezt megtesszük egymás között, akkor... Oszimitális
egyformjegyzésben lehetünk egymással. Ez azt jelenti, hogy minden egyes cselekedben, amit én végrehajtok, amely körülöttem történik, ez egy nagyon különleges pont, ahol a forráshoz kapcsolódom. És nekünk ezen a módon kell viszonyulni mindenhez, hogy minden egyetlen pontból árad felém a csoport középpontjába, most nekem kell korrigálni. Rav. Hogyha nincs más rajta kívül, hogyan kell nekem viszonyulni mindenhez, ami körülöttem van? Tehát, hogyha nincs más rajta kívül, hogyan kell nekem viszonyulnom a barátokhoz, a teljes valósághoz, az engem szeretőkhoz, az engem gyűlölőkhez, mindaz, amit érzek, mindent ezen keresztül érezzek, hogy nincs más rajta kívül. Rajta. Ahogy az Bála Szolam mondja, és a cikkben is írja a Ravas, hogy minden állapotot, még az ellenmondóakat is, felülről kapjuk, tehát minden vele és kezdődik és vele végződik az Istennel. Tehát nekem mindig azon a ponton kell csüngenem, hogy ennek a pontnak a fontosságát felemeljem, mert ez adja meg nekünk a valódi erőt a munkához, és azt, hogy a teremtőt szolgálni legyünk képesek boldogan és örömmel. Ő adja nekünk meg ő teremti meg a helyet a munkára a számunkra, hogy mi képesek legyünk egyesülni a különböző állapotaink ellenére. Tehát a teljes kép, amit a világban látok, ezt ő tört el a számomra azért, hogy ezen keresztül magamhoz tudjam kötni őt, és ezt a hatalmas vágyat, amit ő megteremtett, a felső erő korrigálni kezdhesse, és hogy valóban az adakozás minőségével kössem össze a teljes valóságot magamban, hogy a törött kapcsolati rendszert én magam is fel tudjam építeni önmagamon belül, és ezzel korrigáljon. Köszönöm, srác, tehát nekünk meg kell szerezedényünket, amit a csoportnak nevezünk, annak érdekében, hogy egyesítsünk minden erőt, és hogy minden pillanatban megpróbáljuk valóban a barátok örömének megfelelni, nincs más rajta kívül állapotában. Azaz, hogyha én érzem, hogy távolságra is kerültem volna a teremtőtől, mégis a barátokon legyek képes csüngeni, és hogy pontosan ezen a szakadékon keresztül legyek képes kérni a teremtőtől, hogy abban az állapotban kerülhessek, hogy valóban magamat az egység felé tudjam irányítani, és a barátokat szolgálni. Így van, mondja a következő srác, valóban ez megadja nekünk a munkának a helyét, ezért van a nincs más rajta kívül érzése. Tehát nekünk meg kell találnunk a saját szabad választásommal a helyet, ahol be tudom teljesíteni azt, amit a teremtő az én kezembe rakott le, hogy láthassam, hogy valóban ezzel megelégedettséget tudok adományozni az Istennek. Na, nincs más rajta kívül, mondja a következő srác. Ez azt jelenti, hogy minden, ami történik, az egy lehetőség arra, hogy megismerjük őt, hogy mindaz, amit a barátok mondanak, egy lehetőséget biztosítanak arra, hogy a teremtőt halljuk. Mindaz, ami történik rajtam kívül, az egy másik nézőpontja a nincs más rajta kívül megélésének. Mindenkiben a teremtő nyilvánul meg a számomra, és nekem a helyes hozzáállást kell megszereznem a teremtőhöz ezen keresztül. Tehát a nincs más rajta kívül azt jelenti, hogy nekem állandóan azt a helyet kell keresnem, azt az egyetlen helyet, ahol alapvetően őt találtam meg, ahol őt szolgáltam, ahol érzékelhetem őt. Ez pedig a csoport. Így van, tehát hogyha a valóság az egyetlen hatalmas zárt valóság, tehát minden itt van az órom előtt, az én vágyaimban nyilvánul meg, ők is a vágyam, amit látok magam előtt, és ez tanít meg engem a végső cél elérésére, az a Dvekutra összefogadás a teremtővel, tehát ebben az általános vágyban, amit én felfedezek, amely látszólag kívül van rajtam, de valójában a lelkem része, elmondom, érezhetem azt az érzést, hogy én oldalt vagyok, és hogy tehát, mint a kívülállóként nézem, ami történik, ebben a törött edény halmazban, amelyet az én szememben a teremtő így ábrázol, és meg kell próbálnom mindent megtenni, hogy én valóban ezt a valóságot a fejét tetejére állíthassam, és egyetlen hatalmas összefüggő valóságnak érezhessem, amely kívülről el lett törve, és valóban mindenki ezt az állapotot érezhesse, hogy egység. És ebből az állapotból leszünk képesek elérni a Dvekutot.
Kökös lát, igen, ez az erő, ha nincs már sajta kívül, az engem mindig abban az állapot felé sodor, hanem valóban a csoporton tudok csüngeni, a tanáron, a könyveken egyfelől, másfelől, nekem ez mindig hátra tol engem, mert én vagyok az, aki az erőfeszítés meg kell tegye, a saját erőfeszítésnek megfelelően le kell nullázódnom a csoport irányába, és sokszor kell segítséget kérnem, mert ez engem mind kizárólag erre e felé irányoz, hogy képes legyek így felfedezni a teremtőt. בכל כולי בעצם לעשות את זה בשביל החברים. Nekem mindent a barátokért kell megtennem. Azért, hogy velük együtt fedezhessen fel, nincs más rajta kívül erejét. Egy folyamatos imát legyünk képesek felemelni, hogy magunkra vonzuk a fényt, amely segít ezt nekünk megtenni, hogy szerethessük egymást, igazi mély szeretettel, ahogy írva van, hogy úgy szerethessük egymást, mint ahogy magunkat szerettük. Azzal a mélységes egyszerűséggel, ami a teremtőtől árad felé. Mindaz, amit én érzek, mindaz, ami körülvesz engem, az a hely, ahol dolgozhatom, ahol ábrázolhatom magam számára az ember feladatát, ez a csoport, ahol leírhatom magamnak, hogy nincs más rajta kívül, ahol éreztem ezt az erőt, amely minden pillanatban kormányozza a mindenséget. Így van, ez az a szabad választás, amit megtehetek minden egyes másodpercben. Újra és újra. Minden pillanatban egy újabb választás, egy újabb választás hozhatok, hogy a csoporthoz, a középponthoz akarok tartozni, ahol elérhetem az egyetlen erőt, amely dolgozik rajtam. Ez egy hatalmas privilégium, kiválasztottság, hogy én valóban megtehetem ezt a barátaimmal, és a gyakorlatban itt gyakorlatom a kölcsönösséget, és minden pillanatban a barátokra gondoltok, meg rám, ez pedig egy kölcsönös gondolatot eredményez, és ez megadja a lehetőséget arra, hogy én valóban a barátaimnak kérhessek, és ez a kérés is közös lehessen, és minden barát a barátnak érezze, és ez minden pillanatban emlékeztethet bennünket arra, hogy egyetlen erő dolgozik rajtunk, és emlékeztessünk ő, és minden pillanatban ráemlékeztessünk. A nincs más rajta kívül, hogy a következő srác, azaz, hogy nekem hogyan kell viszonyulni mindez, ami körülvesz engem. Nyilván a teremtő mindig ezen keresztül beszél hozzám, beöltözve a csoportba, a barátokba, a teljes világba. Igen. נעים להיות פה ולראות את ההסכמה הזאת. מישהו דבר רבית לני מושטיש מונדיה שרץ, לאט לי, אסתה אלטלנוש סובט שגת את הסתר כזו, קרול. Ez a hatalmas közös vágy, amit most is érzünk, amely szavait alkalmazásba viszi, hogy elérjük azt az állapotot, ahol a teljes valóság egyetlen hatalmas összefüggő jelenségé válik. Ezen keresztül pedig igazán felfedezhető lesz egy állapot. Rav, ha nincs más rajta kívül, akkor hogyan kell magamhoz viszonyulni? Hogyan kell magamhoz viszonyulni? Ugye már beszéltünk, hogy kell a világhoz viszonyulnom, de hogy kell magamhoz viszonyulni? Ha nincs más rajta kívül, magamhoz hogy viszonyuljak? Itt egy jó kérdés. De magamhoz hogy kell viszonyulni? Rajta. Magamhoz. Másik csoport jön. Nekem magamat is egy eszközként kell látnom, hogy elérjem ezt az állapotot, nincs más rajta kívül. Én csak egy eszköz vagyok, ugyanúgy, mint a csoportnak a többiek. Igen, mondja a következő srác, nekem motivációt kell találnom, hogy előre tudjam magam mozdítani, ez erre egyszer kibeszél, hogy valóban megjelenjen a sóvárgás, hogy érezhessem a fájdalmat, a kapcsolatnak a fájdalmát, az egységre irányuló fájdalom fájdalmát, hogy miért kell egyesülnünk, hogy felemeljük a szentséget a porból. Mi ezenből hiányom van. Tehát nekem kell lenni a fájdalomért. Át kell velem a csoport fájdalmát, hogy nem tudtuk megtenni. Ez az én feladatom. Nekem azt a fájdalmat kell keresnem, mondja Eret. Hogy képesek egy betegséget vinni a doktor elé, mondja a mosolyogó. A kapcsolatot kell keresnem, mondja a srác. Ez az, ahogy viszonyulnom kell önmagamhoz, és a barátokhoz is, és
ezen túlmenően felfedezhetem a teremtőt. Így van, tehát itt egy kutatása, hogy nem is vagyok én, csak a barátok vannak. איך אני מסדר את עצמי ביחס לרגע הזה שאנחנו פה ביחד בתוך הסיריה כלפי כל מה שקורה מסביב החברים ועוד החברים בעולם וכן הלאה למעשה התשובה היא אחת מאמרי רבש נראה בעזרת השם מתי אנחנו נתפוס את ה-20 מאמרים האלה הראשונים ונהפוך אותם לאותו ספר אחד שרב רוצה להוציא שבו תהיה שיטת התיקון לכל העולם. אם אני חלק ממנו, אז אני צריך להתייחס אליו. אם אין עוד מלבדו, אז מי אני חלק ממנו. אני צריך להתייחס לעצמי כשליח שלו במציאות הזו, שהמטרה שלי לגלות לכולם שיש כוח השפעה ששורה במציאות, ומה המטרה שלה, ושצריך למצוא את האהבה בינינו, ולדרוש שהאור יחבר אותנו. אני צריך לאסוף כמה שיותר התרשמויות מהחברים, וכמה שיותר פעולות עבור החברים כדי שגם הם כי אני תלוי בהם כי רק הם יכולים להרים אותי ולהביא אותי לקשר עם הבורא ולהוסיף גם שאני צריך להפוך את עצמי לצינור כלפיהם שגם הם ישיגו את הבורא לא יודע מה להוסיף לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד ש... לפי אין עוד מלבדו את האמת שפתאום אני מגלה עצמי חדש, ומגלה גם חברים, ומגלה גם עולם אחר. ומגלה שהעצמי הזה נעלם בתוך אחד שזה חברים. יש במרחב שלנו עכשיו איזושהי מציאות שמתגלה ונפערת בינינו של יתר קשר, יתר, ברוך השם. אז אותה שאלה לגבי מה שקורה כרגע מסביבי. עוברים לחלק הבא. נעבור לחלק הבא של השיעור.